és hát persze tartozunk önmagunknak is. Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Bethlen Gábor jelmondatát Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke idézte a kolozsvári ünnepségen. Lezsák Sándor az adományozó Bethlen Gábor alapítvány nevében is beszélt. Azt mondta, büszkék lehetünk, amiért voltak olyan magyar államférfiak, akik példát adtak vallási és nemzeti türelemből. Ő tett említést arról is, hogy Bethlen Gábor adott az erdélyi románoknak anyanyelvükön írt Bibliát. Az ünnepségen hazai és magyarországi politikusok, elöljárók szólaltak fel. Ünnepi beszéddel tisztelgett a szobor előtt Balogh Zoltán, a nemzeti erőforrás miniszter, és Horváth Anna, kolozsvári alpolgármester is. Bethlen Gábor feljegyelem az, aki számomra, és hiszem, hogy még sokak számára Erdély létokát és létjogát történelmi távlatból nézve legbölcsebben határozta meg. Adom áldásomat erre a szobornak. Böjte atya ferences szerzetes és Kató Béla, az Erdélyi Református Egyház kerület püspöke is köszöntötte az egybegyűlteket, és adott számukra lelki, szellemi útravalót. Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud tenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. Ez is Bethlen Gábortól vett idézet. Adománylevél. Bethlen Gábor alapítvány névadója erdélyi fejedelemné választásának 400. évfordulóján egész alapos szobor fölállítását kezdeményezte Böjte Csaba, Kató Béla és Rezsák Sándor fővédnökségével. Az alapítvány kuratóriuma Bethlen Gábor bronzszobrát, Székelyföldről származó Péterfi László szobrászművész alkotását a mai napon az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozza. A szobor leleplezése előtt felolvasták a Bethlen Gábor Alapítvány adománylevelét is, amelyből kitűnik, hogy a szobor elkészülését jó részt közadakozásból finanszírozták. A szobor Péterfi László szobrászművész alkotása. A szobor leleplezése után a történelmi magyar egyházak képviselői mondtak áldást, majd a fejedelemről elnevezett földész kórus énekelte a magyar himnuszt. Az ünnepség végén virágkoszorúk sokaságát helyezték el az egykori nagy erdélyi fejedelem magyar király szobrának talapzatán. Számunkra először is ez meglepetés, hiszen úgy esett a választás a kétágú templom udvarára, hogy igazából mi ezért semmit sem tettünk. Más részt viszont nagyon örvendünk, hiszen az egyik dalköre a gyülekezetnek, a legrégebbi, a Bethlen Gábor földész dalkör éppen a fejedelem nevét viseli, és tényleg ez a dalkör a Kolozsváron nem csak a hostáthoz kötődik, hanem amiatt, hogy megszakítás nélkül szolgál ennyi év óta, egy kicsit a kitartás és a helytállásnak is a jelképe, ami valahogy egybe hangzik Bethlen Gábornak is a jelmondataival. Ezért számunkra tényleg megtisztelő, hogy itt lehet a fejedelem szobra, bár őszintén szólva megérdemelte volna, hogy Kolozsváron nem itt a mi templomunk kertjén, hanem való köztéren kapjon helyet, hiszen románnak, magyarnak, zsidónak, mindenkinek igazán összefogó barátja volt. Bethlen Gábor kolozsvári szobrának avatási ünnepségét követően különleges kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. Az alsóvárosi református templom karzatán egy napig volt látható az Erdélyi Református Egyház kerületi levéltár Bethlen Gábor oklevelei című kiállítása. Itt többek között látható volt az erdélyi református lelkipásztorok utódait nemesi rangra emelő oklevél, a fejedelem saját kezű levele, több adomány és nemes levél. A legfontosabbnak éppen azt tartom, amit itt az elmúlt napokban is sokszor közé tettünk, hogy össze kell fogni és meg kell becsülni egymást és a különféleségeket is.
Nálunk viszont ez most már létkérdés. Számunkra pedig itt a Kétágú templom udvarán nyilván Bethlen Gábor szobrának a jelenléte a nemzeti vagy politikai üzeneten túl sokkal többet jelent, hiszen bibliás embernek ismerjük a református hitnek egy alapvető tétel, hogy vedd a kezedbe és olvasd. Ő aztán tényleg olvasta és igyekezett e szerint élni. Számunkra ezért ez a szobor egy ilyen plusz, amelyik nem csak a helytállás, hanem a hitben való helytállás jelképe is. Reméljük nem csak a templomba jövőknek, hanem mindenkinek. Ezzel a gondolattal üzent a kolozsvári Kétágú templom lelkipásztora a kolozsvári, az erdélyi magyaroknak. Az összefogás, az összetartozás, a lehet és kell erejét hangsúlyozták az ünnepi szónokok is, abban a reményben, hogy majd újra lesz egy olyan erdélyi aranykor, amilyen Bethlen Gábor fejedelem uralkodása idején volt.